Köszöntöm Önöket! Bár az út szabaddá vált az ukrajnai magyar kisebbség számára is az akadálymentes határátlépéshez, a biometrikus útlevelekre várni kell, és az átkelőhelyek számát is növelni kellene. Ezt Bocskor Andrea európai parlamenti képviselő nyilatkozta szerkesztőségünknek. Mint arról korábban beszámoltunk, egy hosszúra nyúlt folyamat eredményeként az Európai Parlament Strasbourgban elfogadta az ukrán polgárok vízummentes beutazását az Európai Unió területére. Eredményes év 2017 Ukrajna szempontjából, hiszen az Európai Parlament elfogadta a vízummentességet. Milyen harcok, milyen küzdelmek előzték meg, hogy ez az intézkedés megvalósuljon? Ez egy nagyon hosszú folyamatnak az eredménye, mely 2008-ban kezdődött. Akkor kezdte el Ukrajna az első tárgyalását az Európai Bizottsággal a vízummentesség megszerzéséért, és mint mondtam, hosszú folyamat volt, és nagyon rögös volt ez az út, hiszen az Európai Unió nem állt készen arra, hogy egy olyan államnak adjon vízummentességet, amely harcban áll egy szomszédos állammal. Emiatt a keleti határai nincsenek biztosítva, és egy nagyon nagy határszakaszon nincsenek állami felügyelet alatt. Emiatt több olyan biztonsági intézkedést kellett előbb meghoznia az Európai Uniónak, amivel egyfajta védelmet biztosít saját magának. Ez volt az úgynevezett visszavonási törvény, ami arról szól, hogyha bármilyen oknál kifolyólag veszélyeztetve érzi magát az Európai Unió egy olyan állam által, amelynek vízummentességet adott, akkor egy tolvonással vissza lehessen vonni ezt a vízummentes beutazásnak az engedélyét. 2015-ben, már decemberben az Európai Bizottság kiadta azt a véleményt, hogy Ukrajna készen áll, viszont ez a visszavonási törvény még nem volt megszavazva, és ezért elhúzódott még majd egy éven keresztül ennek a döntésnek a meghozatala. És végül ugye 2017. július 11-én vált valóban vízummentessé az ukrán állampolgárok számára az Európai Uniós beutazás. Képviselőtársaimmal számos alkalommal elmondtuk azt, hogy a késleltetés az nem az ukrán állampolgárok javát szolgálja, és az Európai Unió egyfajta álszent politikát folytat azzal, hogy veszélyforrásként tekint az ukrán állampolgárokra, amellett, hogy migránsoknak a százait engedik be mindenféle útlevél és egyéb dokumentum nélkül, míg az ukrán állampolgárokra, így például a kárpátai magyarokra is úgy tekint, mint veszélyforrás. És ezért nagyon sokszor keveredtünk vitába, úgymond ebből a témából kifolyólag, hogy mielőbb adja meg Ukrajnának a vízummentességet az Európai Unió, és nem csak az Európai Parlamentben, de legmagasabb szinteken, ugye a magyar kormány, a külügyminiszter, a miniszterelnök is nagyon sok alkalommal szóvá tették ezt legmagasabb szintű tárgyalások és az EU csúcsok során. A vízumkényszer elhárult. Milyen ágazatok látják ennek a jótékony hatását? Elsősorban azt kell mondanunk, hogy a legpozitívabb hatással ez a kapcsolattartásra lesz, illetve van. Megszűnt ezáltal egy adminisztratív akadály, ami például a kárpátai magyarok szempontjából volt, ahhoz, hogy az anyaországba jussanak. A vízumkényszer az egyrészt egy bürokratikus és egy anyagi jellegű akadályt rótt az emberekre, tehát amellett, hogy időpontot kellett kérniük a konzulátusokon, megvárni a vízumot, majd visszaigényelni az árát, ez időbe telt és pénzbe. Most pedig bárki a biometrikus útlevelének a birtokában bármikor átlépheti a határt, egy minimális feltételnek kell megfelelni, annyi pénzzel kell rendelkezni, ami elegendő az itt tartózkodás, illetve az Európai Unióban való tartózkodás szempontjából. Másrészt ennek nagyon pozitív hatása lehet a kereskedelemre, a turizmusra. Nagyon pozitív hatása lehet a fiatalok számára a mobilitás szempontjából, hogy nagyon egyszerűen
veszik az útlevelüket, és akár nyelvtanulás szempontjából el tudnak jutni az Európai Unió bármelyik pontjára. Azt tudni kell, hogy a vízummentesség az nem ad jogosultságot sem munkavállalásra, sem 3 hónaptól hosszabb ott tartózkodásra, tehát nem lehet akár oktatási vagy munkavállalási céllal felhasználni. Milyen anyagi és milyen tárgyi feltételei vannak ennek az átkelésnek? A tárgyi feltétele az, hogy valaki rendelkezzen biometrikus útlevéllel. Amikor megszületett a vízummentesség, akkor már Ukrajnában több mint 1 millió ilyen biometrikus útlevelet bocsátottak ki, és azóta csak nőtt az igény ezekre a biometrikus útlevelekre, illetve nagyon nagy sorok alakultak ki bizonyos igénylő helyeknél, bizonyos irodáknál, úgyhogy megnőtt a várakozás ezekre az útlevelekre. Az anyagi vonzata ugye jelenleg már csak az útlevélnek van, ami nagyjából egy 20 000 forintos összeget jelent, és ugye 10 évre megkapja az igénylő az útlevelet. Mi a következő lépés a kisebbségvédelemben? A nyelvhasználat kérdésével jelenleg mi a helyzet? Az ukrán állam már létrejöttekor 1991-ben úgy definiálta a saját identitását, mint az ukrán nyelvnek a záloga. Tehát az ukrán nemzetfejlődés az szorosan összefüggött az ukrán nyelvűsítéssel. Miután független lett Ukrajna, megpróbáltak mindent ukrán nyelvűvé tenni, de mégis volt egyfajta tolerancia a nemzeti kisebbségek irányába, ugyanis tisztában voltak azzal, hogy Ukrajna nem homogén. Még a 90-es években az első alkotmányban, illetve a különböző törvényekben megszülettek azok a lehetőségek, hogy a nemzeti kisebbségek használják széles körűen az anyanyelvüket, az oktatás terén, illetve a kulturális fejlődésükben, a hagyományőrzésben használják a nemzeti szimbolikát. Ezek mind okoztak egyfajta ilyen békés együttélést a lakosságon belül. És miután a 2000-es években, főleg a 2004-es narancsos forradalom után megindult egyfajta ilyen jobboldali eltolódás, egyfajta ilyen nacionalista eltolódás az ukrán társadalomban, azután a nyelvkérdés került úgymond ennek az egész harcnak a középpontjába, és egyre jobban megpróbálják szűkíteni a különböző nemzeti kisebbségek anyanyelvhasználati jogát, és most mondhatjuk azt is, hogy hát elsősorban az oroszok miatt, illetve hát az oroszokkal való szembenállás miatt, de minket, magyarokat ez nem vigasztal. Tehát az, hogy az oroszok miatt szűkítik a mi jogainkat is, ez egyáltalán nem egy megnyugtató dolog. És jelenleg ugye a nyelvkérdés, illetve a nyelvháború az két fronton zajlik. Az egyik az a 2012-ben elfogadott regionális és kisebbségi nyelvekről szóló törvény, illetve van még egy másik front, ugye az oktatási törvényreformja, ami szintén vonatkozik a nyelvekre is, mert a 7. cikkeje az oktatási törvénynek arról szól, hogy milyen nyelvűnek kell lenni az oktatásnak Ukrajnában, és itt is megpróbálják a kisebbségi jogokat korlátozni, ugyanis az újonnan beterjesztett módosító javaslatok alapján csak ott lehetne anyanyelven oktatni, ahol tömbben él egy-egy kisebbség, és a megfogalmazás szerint nem garantálnák ezt a jogot sem, hanem csak lehetőség van kisebbségi nyelven oktatni, ahol egy tömbben élnek bizonyos kisebbségek, illetve nem is minden szinten, hanem csak az általános és a középiskola szintjén. Tehát ez ellehetetleníteni a felsőoktatásban való használatot. Határon innen és határon túl egyaránt nagyon sokan örülnek és drukkolnak a kisebbségi jogok bővítésének, azonban számos felhang az ukrán médiában a nem tetszését fejezte ki. Jelenleg van egyfajta elég durva hangulatkeltés a magyarokkal szemben az ukrán médiában. Az írott és az elektronikus médiában egyaránt az utóbbi hónapokban elkezdtek olyan cikkek megjelenni, hogy az anyaország által nyújtott támogatások, azok egyfajta kiterjesztései a magyar hatalomnak. De a legrosszabb az egészben, hogy nem csak az írott médiában vannak ilyen agymenések, hanem sajnos még az állami médiában, az állami tévécsatornákon is olyan műsorok, olyan hírösszefoglalások jelennek meg,
amelyek bejátszák a különböző Beregszászon és Kárpátalján forgatott ukrán tévéstábok által való riportokat, ahol azon háborodnak fel, hogy nem hallani ukrán beszédet, csak magyart. Felháborodnak azon, hogy miért van a különböző intézményeken két zászló kitéve, az ukrán mellett ott van a magyar is. Ez nagyon rossz hangulatot kelt a helyi ukrán és magyar lakosság között, egyfajta feszültséget gerjeszt, és hát hosszú távon nem tudhatjuk, hogy igazából ennek milyen veszélyei, milyen következményei lehetnek. Elkezdődött a helyi magyarság megmaradását szolgáló magyarház építése a kárpátaljai Rahón. A magyar kormány mintegy 80 millió forintnyi támogatásával felépülő, mintegy 500 négyzetméteres közösségi létesítményben rendezvénytermet, számítógéppel felszerelt osztálytermeket, irodahelyiségeket és szolgálati lakásokat alakítanak ki. A beruházás várhatóan idén ősszel készül el. Így néz ki a magyar ház látványterve, a közösségi teret a római katolikus plébánia épületére új szintként építik rá. Kárpátalján az első magyar ház Rahón létesül, amely otthonául szolgál mind a város, mind a környék magyarjainak. Ezek a közösségek újra életjelet adnak magukról, külön élettereket szerveznek, akár a Gyertyánligeti közösségi központra utalhatunk itt a közelmúltból, és itt a térségnek a földrajzi és társadalmi központjában, itt Rahón örömünkre szolgál, hogy elsőként itt Kárpátalján itt valósul meg a magyar ház, amely, még egyszer jelzem, egy közösség és egy kulturális központja lesz valamennyi itt élő magyarnak és itt a felső-tiszavidéki magyar szorványnak. A háznak a plébániától független bejárata lesz. Helyet kap majd benne egy 100 fő befogadására alkalmas rendezvényterem, számítógépekkel felszerelt osztályterem, irodahelyiségek a helyi magyar szervezeteknek, valamint két szolgálati lakás is. A magyar háza tervek szerint november elejére készül el. Egészségügyi felszereléseket kapott az ukrán Vöröskereszt kárpátaljai megyei szervezete. Az eszközök Bajorországból egy kárpátaljai származású orvosprofesszor segítségével érkeztek. A felszereléseket 13 megyei kórház között osztják szét. A Záhoncsapi magyar-ukrán határállomásra gördült be az a kamion, amely mintegy 2 millió euró értékű kórházi felszerelést, egyebek mellett kórházi ágyakat és műszereket szállított Bajorországból. Az adományt az Ukrán Vöröskereszt Kárpátaljai megyei szervezetének Grezsa István kormánybiztos adta át. A támogatás nem csak a határon túlélő 150 ezres magyar kisebbséget, hanem az ukrán nemzetiségű többséget is segíti majd. Ez egy közel 2 millió euró egészségügyi felszereléseket tartalmazó adomány, amelyet Szabad Ferenc Bajor idős orvos professzor munkája révén kaptunk meg. Pontosabban nem is mi kaptunk meg, hanem a Nyíregyházi illetőségű Kárpátok Művészeti Alapítvány, Őri László régi barátja a professzor úrnak, és ő keresett meg bennünket azzal, hogy a szigorú ukrán vámszabályok ismeretében kormánybiztosságunk nyújtson segítséget, hogy biztosan kijusson Kárpátaljára, ahova szánták ez a nagyértékű szállítmány. És most ezen ünnepi alkalomból vagyunk itt Záhonyban, ahol Mikulin kormányzó helyettes úrral az ukrán és magyar vámszervek hathatós és zökkenőmentes együttműködése révén a Kárpátaljai megyei Vöröskereszt raktáraiba kerül ez a nagyértékű felszerelés, ahol Bíró Erzsébet főorvosasszony vezetésével a pontos és korrekt elosztása megtörtént a szállítmánynak, tehát az itteni hagyományokat némileg meghaladva, vagy azoknak ellentmondva korrekt módon el fognak jutni azokhoz, akikhez címezték Bajorországból, azaz a kárpátaljai magyar és nem magyar betegek gyógyulását fogják szolgálni. A legnagyobb űrtartalma azok a kórházi ágyak, amelyek nagyon korszerűek, és itt Ukrajnában például a Técsei Kórházba fognak kerülni, hiszen tavaly össze ezt erre ígéretet tettem, de a legértékesebb része talán azok a sebészet valamennyi területét felölelő kisebb és nagyobb értékű eszközök, műszerek, amelyek a mindennapos munkához nélkülözhetetlenek, és olyan mennyiségben gyűjtötték össze Bajor barátaink, ami azt gondolom, hogy Kárpátalja valamennyi sebészeti egységének segítséget fog nyújtani a mindennapos betegellátásban.
Mi már évek óta Magyarországi kormánya és a kormánybiztosságunk is mindent elkövet, hogy az időnként igen szomorú egészségügyi általános viszonyok ismeretében minél több helyen próbáljunk támogatást nyújtani. Ezért az elosztásban egy nagyfokú helyismeretünk van, és csak ismételni tudom, hogy abban a szerencsés helyzetben van a magyar-magyar összefogás révén a kárpátaljai magyar politikum, hogy többek között a megyei egészségügyi vezetőhelyettes Bíró Erzsébet főorvosasszony, akivel mi régóta jó kapcsolatot ápolunk, és az ő közvetlen szakmai javaslatai alapján kerestük meg azokat a járási és megyei kórházakat, ahol bizony ezeknek az eszközöknek a híján vannak manapság. Az eseményen Viktor Mikulin, Kárpátalja megye kormányzó helyettese köszönte meg az adományt. Ukrajnában jelenleg egészségügyi reform zajlik, így a most érkezett kórházi eszközök még erőteljesebben biztosítják majd a szakszerű orvosi ellátást. Szeretném megköszönni ezt a segélyszállítmányt. Ez már a sokadik orvosi jellegű szállítmány, amit kapunk, hiszen egészségügyi reformok folynak az országban. Most éppen annak a rendszernek a reformja zajlik, amely alapján megállapítás nyer, hogy milyen eszközöket és hogyan kapnak a kórházak, és ezért nagyon fontos, hogy éppen most kapunk használható és új eszközöket. A segély elosztásával a Kárpátaljai Vöröskeresztet bíztuk meg, akik létrehoztak egy munkacsoportot. Ennek a munkacsoportnak a részese a Kárpátalja megyei egészségügyi főosztály is. Az elosztást olyan alapon végzik, hogy melyik kórháznak mire van szüksége, melyik kórházban milyen betegek fekszenek, és mit tudnak felhasználni belőle. Lényegében ez a munkacsoport és a Kárpátaljai megyei Vöröskereszt a felelős azért, hogy hogyan lesz elosztva a szállítmány. Kárpátalja megyében 13 járás van, és mivel 15 kórház kap ebből az adományból, ezért elmondhatom, hogy nagyjából a megyének 80%-a az, aki részesül a segélyszállítmányból. Ebben vannak olyan körzetek, ahol egy tömbben élnek a magyarok, és vannak magyar határ közeli körzetek is, de ahogy a kormánybiztos úr is elmondta, a segélyszállítmány nem csak a magyar ajkú lakosságnak, hanem Kárpátalja megye egész lakosságának nagy segítséget nyújt. Az adomány, amely 13 kárpátaljai kórházba jut el, Szabad Ferenc, Bajorországban élő, kárpátaljai származású orvosprofesszor és Thomas Habermann, CSU képviselő szervező munkájának következtében érkezett Csapra, és a szigorú vámszabályok ellenére a gyors ügyintézésnek köszönhetően akadály nélkül lépte át a magyar-ukrán határt. A tervek szerint a jövőben nem csak kárpátaljai, hanem hazai kórházak is számíthatnak majd Bajor segítségre. Csökkent a magyar vendégek száma Kárpátalján a kelet-ukrajnai konfliktus hatására, viszont az utóbbi időben egyre többen látogatják hazánkból is a kedvelt turista helyeket. A Krím-félsziget elcsatolása miatt belső Ukrajnából is sokan választják a kárpátaljai üdülőket. A vendégek körében egyre népszerűbbek a gyógyvizes helyek. Kedvelt turistahely Mezőkaszonyban, ahol termálvízben pihenhetnek a strandolók. Kárpátaljára nem csak belső Ukrajnából, hanem Magyarországról is érkeznek vendégek, bár számuk évekkel ezelőtt csökkenést mutatott az ukrán-orosz konfliktus hatására, mondják a turisztikai szakemberek. A kelet-ukrajnai konfliktusig jellemzően a falusi turizmust a magyarországi vendégek vették igénybe, és addig is jöttek ide Kárpátaljára a belső ukrajnai területekről a vendégek, főként a hegyvidéki gyógyüdülőkbe, illetve például ide Mezőkaszonyba a termálfürdőbe. Azonban a kelet-ukrajnai 13-14-ben kirobbant konfliktusnak köszönhetően a magyarországi turizmus akkor egy alább hagyott, féltek ide jönni a vendégek, viszont megnövekedett az ukrajnai belső turizmus. Ennek köszönhetően, hiszen a Krím-félsziget elcsatolásával tulajdonképpen az onnan kieső turistaforgalom az nyugatra, tehát ide Kárpátalja, Lemberg megye és Ina-Frankosz megye irányába összpontosított. Na most jelenleg ott tartunk, hogy ez a belső ukrajnai turizmus ez megmaradt, viszont egyre jobban kezd visszajönni a bizalom Kárpátalja iránt a magyarországi vendégek szempontjából. Ez köszönhető annak is, hogy közel két évvel ezelőtt a magyar kormány és külügyminisztérium úgy döntött, hogy nem veszélyes Kárpátalja, hiszen 1500 kilométerre van ide a kelet-ukrajnai konfliktus, és ennek köszönhetően ugye ez egy biztonságos területté nyilvánította.
illetve különböző támogatásoknak köszönhetően, ugye lásd a Rákóczi Szövetségnek vannak támogatásai a különböző nyugdíjas egyesületek irányába, határtanuló program keretében is számtalan gyerekcsoport, hallgatók jönnek és keresik a kapcsolatokat, illetve felfedezik Kárpátalja szépségeit itt. Tehát nagyon sok lehetőség van benne. Említette a gyógyvizet. Mióta van gyógyvíz itt Kárpátalján, mikor fedezték föl? A gyógyvíz az mindig is jelen volt, viszont tehát már a magyar időszakban, tehát már a 19. században is például Rónafüreden, mai nevén Lumsoriban, például már akkor lehetett ásványvizes üstben fürödni. Még mai napig megvan ez az egykor, ha jól emlékszem, 1878-ban alapították ezt az első ilyen nagy üstöt, és most pedig már reneszánszát éli, hiszen nagyon sok helyen Kárpátalján lehet úgynevezett ásványvizes üstben lubickolni. Milyen látványosságokat tekinthetnek meg még az érdeklődők Kárpátalján? Kárpátalja nagyon széleskörű ebben a tekintetben is, hiszen mind az épített örökség tekintetében nagyon sok minden látnivaló van, illetve a természeti kincsekben is ilyen gazdag. Tehát például, ami az épített örökségben jellemzően, amit szinte majdnem mindenki felkeres, az a Munkácsi vár, Ungvári vár, Beregszásznak a központja nagyon látványos, különösen mióta felújították a királyi törvényszék épületét, a másik Rákóczi Ferenc Kárpátalja Magyar Főiskola, illetve a hegyvidéken is vannak, például a Schönborn kastély, most a Schönborn parkot is már felújították és látogatható, vagy ha feljebb megyünk, Técsőn van egy gyönyörű templom, a leggazdagabb fakazettás mennyezettel rendelkezik, illetve itt a Síkvidéken ugyanilyen hasonló gyönyörű fakazettás fatornyú templom a Csetfalvi. Ez csak egy néhányat emeltem ki így gyors, illetve mondjuk a Beregszászon még a legrégebbi épület az egykori ugye Rákóczi Betlen kastély, amely szintén eléggé látványos. Sajnos most a szakközépiskola magára hagyta, bár működik benne a Beregvidéki Múzeum, úgyhogy most megoldásra vár az is, hogy felújítsák ezt a kastélyt is. A Kárpátaljai Turisztikai Tanács mikor alakult és milyen céllal? A Kárpátaljai Turisztikai Tanács 3 évvel ezelőtt alakult meg, és hát egyértelműen az volt a turisztikai tanácsnak a célja, hogy a kárpátaljai turizmust segíts elő, és itt külön kiemelt szinten, ugye a nevében is benne, hogy a magyar turizmus, tehát a kárpátaljai magyar vendégfogadóknak igyekszünk segíteni, de emellett igyekszünk hírt vinni, például most jelen voltunk a magyarországi turisztikai vásáron Budapesten, illetve próbálunk különböző képzésekkel segíteni az itt élő embereknek. Legutóbb például most zárul egy pályázatírói tanfolyamunk, amely szintén a helyi turizmussal foglalkozó szakembereknek igyekezett segíteni, illetve lassan elindul az idegenvezetői képzésünk is, amely azért fontos, hiszen jelenleg munkaerő hiánnyal küzdünk az idegenvezetők terén. Egyre több a csoport, és például vannak olyan időszakok, mint most az augusztus 5-a környéke, hogy egyszerűen nincs szabad kapacitású emberünk már. És mekkora az érdeklődés a képzés iránt, ezt felmértéke már? Szerintem nagy lesz az érdeklődés, mert már így a körbe érdeklődtünk, akik esetőleg jöhetnek szóba, és már jelentkezni fognak, mondták többen is, hogy mindenképpen jelentkeznek egy idegenvezetői képzésre. Ami érdekes még Kárpátalján az az, hogy Kárpátalja egy ilyen igazi kuriózum, hiszen a belső Ukrajnából érkezők azt érzik, hogy Magyarországra érkeztek, hiszen magyaros ízeket, magyaros építészetet, a magyar kultúrtáját tekinthetik meg. Viszont aki Magyarországra érkezik, azoknak pedig mindig igyekszünk olyan programokat összeállítani, ami egyrészt a történelmi múltat mutatja be, viszont az ételekben meg igyekezzük azokat a helyi jellegzetességeket, mint például az ukrán borscs, vagy az egyéb más jellegzetes szoljánka ételeket bemutatni, hogy érezzék azt, hogy itt egy kicsit másképp van, mint Magyarországon, annak ellenére, hogy egy magyar lakta terület. Önök a Határtalanul című magazinunkat látták, bízom benne, hogy sok új információval gazdagodtak. Én köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsor támogatta a Külgazdasági és Külügyminisztérium.